titkár úr, hölgyeim, uraim, én tudományos előadásra nem vagyok alkalmas, mert nem vagyok tudós. Az építészet valóban a művészetek és a tudományok közötti határmegyén van, de én a művészeti oldalán szeretném ismertetni, és annyit mondanék, hogy egy-két kivételtől eltekintve az európai építészettel tudok foglalkozni rövid idő alatt. Azt be tudjuk mindenféle magyarat nélkül, hogy építés nélkül nincs építészet. Mi tudjuk építészek, hogy van, de ezek általában a tervekhez kötető grafikai értékű és művésznek számító megjelenések a köztudatban nem szerepelnek. Ha viszont föltesszük azt a kérdést, hogy van-e építészet, van építészet nélküli építés, akkor azt kell mondjuk, hogy van. Sőt, a világ épített környezetének 90%-a ilyen. Ez meglepő szám. Azt leszögezhetjük, az épített művészeti ág, és mint ilyen a kultúra szerves része. Az építés viszont a civilizáció körében tárgyalható. A kulturális antropológia meghatározása szerint a kultúra egy adott társadalom mindazon ismeretének összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy melyek a fontos értékek és normák az életben. A civilizációval szembeállítva pedig, amely a technikai fejlettséget jelenti, a szellemi javak és a műveltség tartozik ide. Megemlíteném, hogy a weimari alkotmány szerint a kultúra, a tudomány és művészet is azok oktatása, ez nagyon rövid passzus abban a nagy műben, az állam feladata védeni és gyámolítani. Goethe egy epigrammája szerint az irodalommal szemben, ami akár negligálható, hisz elég nem olvasni, azt állítja, hogy az építészetnek mágikus ereje van. Hatás alatt a tudat pihen, az érzelmek lángolnak. Tehát szerinte hatása döntően emocionális reakcióra késztet a fogalmival szemben, a befogadó ember pszichés teljesítményét mozgósító ereje által. Oscar Tusquets, egy barcelonai kollégánk, velem egy idős, bár egy éve idősebb, ő azt mondta, hogy az építész feladata emlékezetes, árnyas terek létrehozása. Mindkettőben az olvasható ki, hogy a hasznos és célszerű építés mellett ez a leginkább fontos feladat az építészetnek. Azt ki lehet mondani, hogy az építészet megjelenésében nem elhanyagolható előzmény az, hogy a Homo sapiens kijött a barlangból. És ebben vállalt egy új szerepet, az, hogy magát megépíti a hajlékját, és ezáltal meg tudja védeni magát a természet különböző kellemetlenségeivel szemben. A Homo sapiens kognitív forradalma abban jelentkezik, hogy olyasmiről is képes beszélni, amit nem látott, érintett vagy szagolt. Megjelennek legendák, mítoszok, kultuszok, istenek és vallások, ritusok, kollektív fikciók és a pletykálkodás. Az építés kollektív szerepet kapott. Eközben szükségletként megjelenik a célszerűség és hasznosság felett álló kultikus önkifejezés igénye. Na most megkapcsolom a képeket, rengeteg képet fogok mutatni. Ez az. Ez az európai épület megszületésének pillanata, a Stonehenge. Sok idő nincs erről, hogy elmeséljem, hogy tulajdonképpen hogy született. Egy nagyon fontos, hogy az emberek, akik ezt létrehozták, azt tudták, hogy a gyári napforduló idején a felkelő nap milyen irányban érkezik arra a pontra, amit ők kijelöltek, és ekkor egy körben rakott, nagyon érdekes kompozíció van, tulajdonképpen kapuk függőlegesen álló kődarabokra keresztbe tettek ugyancsak faragott köveket, és amikor fölkelt a nap, akkor az egyik kapun keresztül a szembeálló szent oltára vetették a fényt. Na most egy nagyon fontos ponthoz érünk, hogy mi is a tulajdonképpen az épített formálási technikája, és mi hogy született meg, mi különbözteti meg az építést az építészettől. Ez a legjobb példa.
Korábban ugye fa alapanyagból építették az isteneiknek a templomaikat a görögök, majd egyszer rájöttek, hogy maradandót kell alkotni, és felfedezték, hogy a kő erre alkalmas. És mi történt? Érdemes az ábrát figyelni, kőből megépítették mindezt, amit addig fából csináltak. Egy oszlop, ugye, ami fenyőféle, és a függőleges rostjait biztosítják azt, hogy súlyt tud a fejtetején hordani. Ezt ők úgy ábrázolták, hogy a oszlop testébe hornyokat, függőlegesen futó hornyokat raktak ezek a kanellúrák, sőt azt is meg tudták csinálni, ami nagyon nehéz lehetett, hogy van egy sudarasodás, tehát hogy megrogyja az oszlop a súlyat, alul egy kicsit terebélyesebb. Ezeket dobokba rakták össze bányászat után kőfaragók, és ez nem volt egy könnyű dolog, hogy egy finom kónikuságot kell belevinni. A nyakán vannak vízszintes csíkok, ugye amikor egy fát megnyomunk, az szeretne szétnyílni a rostjai mentén, és akkor ott egy fém abroncsot tettek rá, ez a scamidus vagy hipotrahelion nevű, itt ezt bevésték az oszlopba, jelezték, hogy ott kell legyen valami. Utána nagyon érdekes, hogy egy két lakból álló fejezet van, és rettesen egyszerű, egy ilyen puha, ami viszi a terhet, és egy közvetítő geometrikus alakzat, ez az abakusz, az elbe az echinusz. Utána van a gerendázat, és a gerendázatnak van egy értelmes határa, mert a kőnek van egy tulajdonsága, hogy rendkívül jól nyomható, de nem húzható. Ha viszont két ponton a végén föltámasztjuk, akkor meg akarna hajolni, azonban azt jelenti, hogy az alsó övében, ami a föld felé van, húzás lép föl. Tehát van egy határ, amit ezt a kő nem tudja túlélni. Amit én ezt igazán mutatom, az a következő elem. Ezt pedig úgy hívják, hogy triglifosz, most már azóta csak triglifnek hívjuk. Ez a fiógerendának a ábrázolása, amit ugye lefűrészelték, és a bütőjét mutatja, ami abban a pillanatban, hogy lefűrészelték, szeretne száradni, és repedezik. Hogy ez a repedés, ez konszolidált legyen, bárdal belevittek hornyokat, és ami a legkedvesebb, és ezért mondtam a történetet, hogy a kicsorgó gyantát is megcsinálták kőből. Tessék, nézzük az apró pöttyöket. És ez megható. Ez igazán nagyon furcsa dolog, hogy miért csinálták ezt? Erre azt mondja egy kiváló építészünk, aki a görögöket és a gótikát tartotta az építészet magas pontjainak. Ő azt mondja, hogy azt a tudatos elemet csodája, így írja, amelyel a templomaikat alkották meg, beleszőve az érzékelés pszichológiáját, valamint azt a hagyományőrző elemet, amivel a faépítészet formájait a kőépítészetben is megtartották. Fontos volt a görögöknek ez a nyilvánvalóan szimbolikus cselekedet, amiben nem anakronizmus kell látni, hanem a formához való ragaszkodás mélyebb értelmét. És ez az eljárás az antik görög világ kulturális identitásának eminens eleme. Most nézzük meg, hogy mi történik ebben a trigliffel. Még azt látjuk, hogy ennek van egy túlélése a toszkán templom oszloprendben, ahol lábazata van, és megszűnik a kanellúra. És mellett egy evolúció, ami egyre nagyobb és egyre magasabbra törő, finom dór oszloprendet mutat. Itt lehet látni, hogy néz ki egy ilyen görögdór templom. Ezek nagy részt elpusztultak, a legnagyobb része a naosz, tehát a szentély, az is illetékes istennek volt a szobra. A körül van egy ilyen tornásznak mondanák, Octasilos Peripteros, az Akropolis estében, az 8 oszlop van és 7 köz. Nagyon fontos, a görög számisztikában a köz az érdekes, nem az oszlopok száma, és ez mindig prímszám kell legyen. Ez Pestumban, a Poseidon templom, ez az egyik legszebb és éppen maradt templom. Ez olyan, mint egy hatalmas elefánt bika, itt viszont csak 6 oszlop ötnyílást hoz létre. Ez Agrigentóban a Concordia templom, ugyancsak olyan típusú, mint csak egy kisebb méretű, mint a Pestumi volt, itt viszont maradt valami a Naosból. Mutatom két másik híres és hírhedt oszloprendet, a Korintus és a Jónt, ami érdekes, hogy már lábazata van, attól kell az oszlopnak, és elmarad a gerendázatban, a fríz sávban a triglif.
és azok a szabadon maradó nézetes felületek, amit metópának hívtak a Dornál, ahol mindenféle figurális dolgok voltak, kentaurak harcoltak harcosokkal, stb. Az itt egy folyamatos végigfutó tagozat. Na, ez egy érdekes dolog, ezt nagyon szívesen mutatom. 2000 évvel később ugye Bramante megtervezi a Tempiettót. Nagyon érdekes volt a történet, hogy kiknek és miért, de erre nincsen idő. Egy biztos, hogy nézzük meg, a legnagyobb képen is látszik, hogy triglif van a gerendázaton. Holott ez a gerendázat a metszet is mutatja, ez egy körbefutó abroncs, tehát semmi fiógerendára nincsen szükség, mégis ott van a jel, mert ott kell legyen az emlékezetünk megkívánja. Ő egy óriási lépés. Általában a technikai fejlődés mindig a hadászattal kell összefüggésbe hozzuk, mint mozgató erő. Ugye a légiók hódítás közben folyókat kellett átlépeni, és azokat tartós módon kellett megépíteni, és a hadmérnök kitalálta a boltozatot. A boltozatnak a lényeg az, hogy mintaévre fölrakunk köveket, és ameddig az árokő nem állt be, maga a mintaév tartja. Ha betettük, attól kezdve ezek konikusan faragott elemek egymást is kezdik nyomni, és a súlyerőt átadják végül is a talajra. Ez egy vadonat új elem, a építészet kap egy új lehetőséget, és ez a hatalmas stadion, a Flaviusok stadionja, ez mutatja, hogy magát a külső terhozó szekretet, de ha egy következő képet nézünk, a metszeted is mutatja, hogy minden egyes olyan felület, ahonnan a látunkban le kell jutni, az is boltozattal tartott. Mégis előtte ott áll az oszlop feje lábazattal. Ezt is nem lehet nélkülözni, mert hozzátartozik az emlékezetünkhöz. Ez a legszebb, amit ebben a műfajban lehet látni, talán aki ismeri, az megerősíti. Ez a Vicenzai Bazilika, amely vásárcsarnok, kétszintes vásárcsarnok. Itt idő hiányában nem tudom részesen elmondani, hogy ahhoz, hogy ez át tudjon fordulni a pozitív tagozaton, az ismétlődő elemben egyetlen egy méret megváltozása, hogy lehet ezt elvállítani. Ez is egy nagyon fontos lépés, egy zárt városi palota, a Palazzo Rucellai azt mutatja, hogy a Colosseum motivum, de most már plasztika nélkül rá van rajzolva szinte. Nagyon kicsi tagozat mélységgel. Egyébként azt kell tudni, hogy a belső arányrendszer ez tökéletes, és nagyon örülök, ha láttuk előbb ugye a Uomo Vitruvianót. Tehát mindent, amit az ember épít, az a saját testarányai szerint építi, mert azt fogadja, és azt szereti. Tehát antropomorfok vagyunk, nem tudunk ettől megváltozni. Ez egy fantasztikus találmány. Ugye Michelangelo, aki Rómában él, és morózus, mert nem sikerült, hogy a másik Gyula pápa síremlékét létrehozza, azért utána is rengeteg megbízást kap, ezt a harmadik Farnese pápától kapja, hogy rendezze a Kapitolium teret, és épít két most múzeumként használható középületet, és a szenátorok palotáit is rendezi. A lényeg az, hogy ő rájött arra, hogy miért kell szintenként megosztani egy halmozatot, miért nem az a szép, hogyha a tetőzetet tartja az oszlop. Tehát ez a kolosszális pillanatszer rendező találmánya. Tessék nézni. Na most a boltozat persze másra is jó, a kupolákat lehet belőle építeni. Az ős típus, ugye az a római Pantheon, ami egyébként érdekes mondom betonból készült mintaíven, és egy fantasztikus geometriai rendben van szerkesztve, tulajdonképpen egy gömb formát tett térnek a felső felét építik meg. Az is nagyon fontos, kell tudni, hogy ez, mint egy kör bezáródik, és a mintaév tartja, utána nem kell egy zárókövet betenni, mert egymásnak feszülnek, ez a gyűrű feszültsége esete. Tehát föl egy szabad nyílás van a Pantheonban, aki járt ott, az tapasztal. Érdekes módon, ha nincs nagy zuhé, és ki van nyitva a kapu, akkor szellő elporlasztja a belső csapadékot. Így néz ki, ez fantasztikus szép tér. Az a kicsi luk, az 9,9 méter 6 centi átmérő. Ez a gyönyörű tere. Ez a belseje, és Rafaelnak itt van a sírja, Rafaelo Santinak. Na, ez egy nagyon fontos állomás, és itt kiderül az építész
valóban akkor igazán jó építész a mérnök is. Itt nem volt erre igazán szükség, de Filippo Ludanesky, aki a legjobb mérnök, egyébként fantasztikus dolgokat fedezett föl ezen kívül, és prima szobrász is volt, azt kevesen tudjuk, és ő azt tűzte ki célul, hogy a dómnak a kupoláját úgy építi meg, hogy nem lesz árványzat. És ez neki sikerült. Én még mutatok egy pár képet, hogy milyen millióról van itt szó, ezt ismeritek. És itt így néz ki a kupoláról. Az a kicsit robbantott metszet, az nehezen olvasható, de a lényeg az, hogy két héjú tetőt épített. A két héjú tetőnek az volt a szerepe, hogy közte mindig volt hely az anyagdepónak, és ott volt a munkásszállás is. Tehát csigákkal, köteleket húzták föl, amit föl kellett húzni, az emberek elég sokáig fönnmaradtak. Tulajdonképpen az, hogy neki ez sikerült, annak az, hogy nem ő volt a főépítész, az az ügyes húzása volt, hogy egy borkereskedővel megállapodott, hogy bor mindig legyen fönt a munkásszálláson. Ez egy fantasztikus építmény. Az, hogy ez tulajdonképpen mitől volt merev építés közben, ezt nagyon nehéz volna elmagyarázni. A téglákat úgy rakta, hogy abban volt mindig egy olyan spirálisan elfordított álló alakzat, ami meg kellett vagy csavarja az egész építményt menet közben is, hogy összeomoljon, amiben nem volt esély. Na, most jön a Csegelyes kupola című fejlődés. Innen tessék elképzelni azt, hogy nincsenek ott a minaretek. Amikor ez Bizánc volt, és Justinius császár idejében 534-ben megépült ez a csodálatos templom. A Csegerről azt kell tudni, hogy ha az ember egy alaprajzban négyzetes elemre akar tenni egy kupolát, az azért nem egyszerű, mert ugye a négyzet mentén ugye valamilyen fajta furcsa tagadót kell beépíteni, ez úgy érhető el, itt mutatja az ábra, hogyha az átlóra szerkesztett gömböt a négyzet határalapjai mentén levágjuk, gondolatban, persze így kell építeni, akkor lehet látni ezt a furcsa fűnyadrág alakú átmeneti idomot, ami fölött aztán már, mint annak a metszete is mindig kör, arra bármilyen építmény rátehető. Kárpátosan szép templom. Ez egy alaptípus. Most innen kicsit kilépek, tehát Európát elhagyjuk egy kis időre. Van egy Mimár Sinan nevű fantasztikus építész, aki 92 éves koráig szolgált nagyon sok szultánt, és egy fantasztikus építészetet hozott létre, tessék megnézni. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő találkozhatott Michelangelo-val, de hogy figyelte őt, az biztos. És amit ő meg tud tenni, ez a hallatlanul finom belső színezés és tagolása. Amit itt látunk, a sajnos szükségből keletkezett, ezek a fekete csíkok, azok a odafüggesztett világításnak a tartása és a kábelek vezetésére vannak. Ez annak idején nem készült. Ez a keresztény változata, ugye, ez a San Pietro kupolája. Michelangelo tervei szerint készült, ő már nem érte meg, és miután ez a templom, ez borzasztó nagyra nőtt, olyan mértékben hosszú lett az öthajós hozház, hogy a tér távoli pontjáról sem lehetett igazán látni a kupolát. Úgyhogy Giacomo della Porta megemelte. Ez egy prima firenzei építész volt. Így néz ki alulról, azt kell tudni, hogy az az öv, ami a Csegely felsőjére egyben ennek a tamburnak az alsó síkjába kerekedett kör, ez 85 méter magasan van. És 135 méter magas a kupola teteje. Óriási méret. Most egy egészen új dolgot fogok elmondani, ez is tulajdonképpen az európai építészetnek egy egészen furcsa, addig nem tapasztalt útja, ez pedig a romanika és a gótika. Az idejövő népek fittyet hánytak arra, hogy milyen előzményei vannak a kultikus építészetben. Az öthajós ókeresztény templomokról nem tudok képet adni, mert egy is él. Egy biztos, hogy az a San Pietro helyen álló és Nagy Konstantin által építetett templom sem fogta meg az idejekezőket. Nagyon sok helyen építőjének használták a ledőlt oszlopokat. Egy biztos, hogy idejövők egy egészen új kultikus építményt képzelnek, aminek ott a séma ábrái mutatják, hogy általában háromhajós, van benne egy keresztház, egy négyezettel, és általában a szentély körül is van egy körüljáró.
nem mindegyik építőrend így csinálja, így a cisztelek egész másképp építik, de lényegben az alaptípus ez. Ez pedig a lébényi, a magyar változat, az egy csodálatos bencés templom keresztboltozattal. Ez pedig, ez a középkornak egy nagyon szép hangulata, egy kolostor templom Narbonne mellett a Fonfrad nevű forrásfoglalás mentén. Ez pedig a gótika. A gótika tulajdonképpen semmi más nem csinál, csak a kísérletek folytán azt a szándékot, hogy itt az Isten háza, azt a hatalmas nagy erőt fejezze ki, amit elvárnak tőle, tehát egy olyan transzcendens tér, ahol a magassága az égbeszökő, és mi azt érezzük, hogy fölfelé repül, és ez egy olyan fajta emberi magatartást ír elő, hogy az ember fölemeli a fejét, és az Ádám csutkáz, kifeszül, akkor nem lenne hegyke. És ez nagyon fontos tudni, hogy ez a két francia alaptípus, a háromhajósé és az öthajósé, az épült a Kölni Dómé, ez tulajdonképpen az alaphelyzetet teremtette meg. Ami nagyon fontos, és itt lehet a metszetét látni, hogy minél magasabb a hajó, annál inkább kell támogatni, mert vízszintes erőkre érzékeny. A szél is elég elegendő, hogy kárt okozzon, de főképp a földrengés. És itt mutatja, hogy egy háromhajósnál vannak támpillérek, amit a Romanika talált ki, arra még súlyként rajta van egy kis torony, és onnan indulnak ívek. Nagyon fontos, amit most mondok, egyébként ilyenfajta gyönyörűséget tudnak csinálni az élet gótikában. Nagyon fontos, hogy belülről nem látszanak ezek a támépek. Nem szabad látszanak, mert akkor vége a varázslatnak. Én láttam egy olyan fényképet, Pogár Fügyes professzor mutatta, hogy a Sátri katedrás megsérült, és kiestek az üvegek, amik egyébként nagyon fontosak, mert tematikusak, és az írjóvas nem tudóknak ugye a biblikus eseményeket ábrázolják. Tehát azt lehetett látni, hogy ugyanaz a kőanyagból hirtelen az ablakok megtelnek építménnyel, és ebben csodálkozik, hogy értve megérti, hogy ezt szándékosan el kell takarni. És egy ilyen fantasztikus, na ezt lehetett látni. Az emberek ezt látták, tudni, hogy egy katedrális egy városban, ez mindig a piactér előtt van, és a nyugati homozata két toronya néz erre az egyházi esemény utáni sokadalomra. Egyébként nagyon szűk utcákban állnak ezek, és az ember fölnéz, ezeket a vízköpőket látják, ahol a szobrászok és a kőfarok élvezték, hogy bármit lehet itt csinálni. Tudni illik, ezekről a templomokról terv nem keletkezett, mert titok volt. Hét pecsétes titok volt, mindegyik építőrend titkolta, hogy kell megépíteni. Nyilvánvalóan rengeteg sikertelenség után csiszolódott el ilyen finomra ez az építési módszer. A rendfőnök tudta a műleírást, ami egy nagy vers volt, és utána mihelyt részletekre került sor, annak a felelősei tudták azokat a versszakokat, és adták tovább a kétkezieknek. Így néz ki a Sátri katedrális, ez a Remszinek a hármas kapuzata, rettenetesen gazdagon díszített, és figurális, nagyon szép, szép emberméretű szobrok a Berátnál. És itt mutatom azt, amit már sajnos nem így látunk, mert megsérült ez a templom legnagyobb bánatunkra, de ezt, amikor építették, nem láthatták az előbb elmondottak miatt. Itt ugye az oszmáni városrendezés a 40 ezeres lakosságos szitétnek a házait lebontotta, mert tűzveszélyes volt, mindig fából volt, a hidak is fából voltak annak idején. Ez a 19. század közepén történt. És most hirtelen átmegyünk a következő korszakra, ami viszont ezt a csúcsot, amit a gótika elért, egyébként akkor a technika legmagasabb teljesítménye volt egy ilyen katedrális megépítése. Az a pillanat, ami soha nem fog visszatérni, mert a technika elszaladt mellettünk, és mindig adja a tippeket, hogy mivel kéne foglalkozni, és szimbolikusan hogy lehet beépíteni az építészeti metanyelvbe. Ez egyébként igazándiból az első ipari forradalom még zavarmentesnek látszik. Brunelleschiről van szó, akitnek ismertük már a gyönyörű kupoláját. Ez egy fantasztikus szép templom. Tessék megnézni, a gótikához képest az itáliai népek nem tudtak a francia találmány szerint viselkedni. Nekik tágas, átláthatós, világos terek, amik szerethetőek. Aki ismeri például a gótikus templomok közül a Frárit,
járt Ferencébe, ott óriási vonóvasakkal kötik össze, mert eldőlne maga a templom egyébként. Ez az is érdekes, mert latin kereszt van elrejtve ebben a templomban, és azok a fekete sűrű vonalak, az oldalkápolnak, azok a támíveket helyesülő merevítések. Bramantéről meg kell emlékezni, mert ő volt ugye két pápának is a főépítésze, és van egy nagyon szép fenyőtobozó elnevezett udvar, amit ő tervezett. Ez pedig ismét Palladio, ez egy fantasztikus épület, egy centrál szimmetrikus, fegyelmezette szerkezett épület, minden irányba azonos homozattal, megközelítése és szerkezettel gyönyörűséges. Ez pedig a Teatro Olimpico, ami megint egy nagyon érdekes antik emlékezet, ami nagyon kedves benne, hogy egy állandó színpadkép van megépítve benne, három utcát lehet látni. Ez ismerős, de meg kell róla emlékezni. Elképesztő, hogy ez a Michelangelo, aki után kapott egy feladatot, hogy a Biblioteca Laurenciánának csinálja meg az előcsarnokát lépcsővel, azt egy szobrász, hogy képzelje, hát hibátlan. Ha ez nem volna, akkor mi Ybl Miklósunk is más lépcsőházakat csinált volna, ugye a technika idén. Még egy csodálatos tehetségű emberről kell beszélni, Berniniről, Gian Lorenzo Bernini, aki egyébként szobrász volt és minden volt, építész is volt, méghozzá volt egy közös irodája Francesco Borominivel, ők majdnem egyidősek egyébként, egy év különbség van köztük. Megkapta a feladatot, ő volt az utolsó főépítésze ennek a 120 évig épülő hatalmas templomnak, és ő érzékelte, hogy nagy baj van, mert nem lehet látni. És azt sem tudja, szóval el kell magyarázni az embereknek, vagy félek őket vezetni, hogy tudják, hogy körülbelül mekkora ez a templom. Mert mindenki, ha nincs ez a játék, amit ők kitaláltak, azt hiszi, hogy ez óriási. Na most ő azt tette, hogy van három részből állt az tér, a Tiberis felé futó Villa Conciliazione torkatánál nem készült el az a tér, ami szintén egy ilyen előmozdulat lett volna ennek a varázslatnak. Utána van ugye ez az ívesen forduló, de nem ellipszis, hanem oválisban szerkesztett kolonnátsor, aminek a közepén a gyújtópontja áll egy obeliszk, és az ember, mikor bemegy, akkor érzi, mert látja a szerjeseket, nagyon érezzük, azt nem tudjuk, hogy velünk szemben mi van. Mi körnek gondoljuk el, nyilván az a következmény ennek a formációnak, és akkor azt hiszik, hogy most rettesen messze vagyunk a templomtól. Majd utána kinyit egy trapézalakú teret, ami viszont pont az álperspektívának a fordított hatása miatt megint nem tudjuk, hogy most hol vagyunk és mekkora. Ha akkor lehet tudni, hogy mekkorák vagyunk, mikor látszik, hogy bemegy egy ember, és a lábazat a feje fölött van. Ő egy érdekes ember volt, mert 8 pápa megbízását élvezte, de élvezte 14. Lajosnak is a meghívását. A Louvre-nak a város felé homozatáért írtak egy pályázatot, és meghívták, hogy legyen ő a zsűror. Elment, megnézte, legrajzolta, és azt mondta, így kell csinálni, gyerekek. A franciák meg összehúztak, és mondták, királyunk, küld haza ezt az embert. Ő hazament, és utána csinálta meg ezt a csodálatos kis hidat. A partner, akit egyébként sokan lenne tudni, miért valami riválisnak tartottak, meg együtt dolgoztak ennél a háznál is, ez a Barberini családnak a palotája. És itt van egy lépcsőház, ami megint egy rettenetesen nehéz geometri feladatot tűzött ki magának, és ezt meg is tudták építeni. Ez egy gyönyörű spirális lépcső, ami fölötte egy fölülvilágító lámpás van. Ez pedig egy másik nagyon fontos templom, az a Santivo alla Sapienza Egyetem, amit egyébként Giacomo della Porta tervezett. Annak a végén van egy templom, ami rettesen érdekesen van szerkesztve, szabályos háromszögek vannak egymáshoz képest elforgatva, és a belső térben mindig hegyeszögbe érkeznek a pilaszterek, méghozzá korintuszi fejezettel is formaveszteség nélkül megcsinálta. Ettől az egész olyan, mint az állam pörögne. És ez a forgás átfut egész ezen a tengeren a lámpásig. Ez egyik kedvencem, sajnos nem éltem meg a befejezést, tehát a sok minden dolog elmaradt, de őt az izgatta, hogy a centrális templom divattá vált a barokban,
az nélkülözi azt a szépséget, amit ugye a romanikus, a gótika talált ki, hogy a belépéstől a szentély felé egy tengely, nem lehet olyan, mint a kereszttengely. Ő ezt csinálta belőle, és még egy dolgot csinált, hogy a templomok kupolája, ami ráérkezik arra a gyűrűre, ami a gerendázat és az oszlopok tartják, rettenesen nehezen a nehézkedését mondja el annak, hogy most hatalmas nagy súlyokat kell cipelni. Ő ezt úgy csinálta meg, hogy lehet látni a legvilágosabb folt fönt van a kupola tetején, mert oldalról beengedett fényeket fényvitőkkel is, és ez egy óriási varázs. Most a baroknak egy prima építészet forgatok meg gyorsan, egy Fernando Fuga, ugye a Santa Maria Maggiore templom az egyik felújított ókeresztény bazilika, és ezt kellett ugye a pápai archívum részére bővítse, és megfejelte egy pompás nyugati bejárati építménnyel. Ugyanúgy csinálta a Lateráni San Giovanni templomot, rettenes elegáns. Itt meg azért mutatom, ez egy nagyon fontos állami épület, ugye a Quirinale dombon szemben az elnöki palotával, hogy itt ugye elmegy 13 ablaknyílásig, de úgy csinálja, hogy van egy két darab ötös osztású, meg egy három, tehát ezek mindegyike prímszám. De ez már nagyon nagy magas, fogok látni egy sokkal nagyobb elemszámú portikus. Carlo Maderno volt, aki befejezte az épületet végül is, és ő egy kiváló építész, ő csinálta azt a kicsi templomot, a Santa Maria della Vittoriát, ami egyébként a huszita mozgalmon alatt győzelm ünnepét mintázza, és itt van egy nagyon szép szobor, és fontos, furcsa és vitatott szobor, Bernini híres szobra, Avilai Szentel ektásáról. Ez meg egy másik, ugyanaz a szomszédságában van egy gyönyörű templom, Santa Susanna. Itt van a barokk templom típusnak a végső ideál típusa, ahol ugye egy csarnok teret tud létrehozni úgy, hogy egybe látszanak az oldalkápolnak, amik merevítenek, és a homlokzatán megjelenik az a voluta, ami a főhajó és a kápolnasor közötti magasságot megpuhítja. Ez a Farnese palota az érdekes, mert Antonio San Gallo építette, és nem volt elégedett, és szégyelték is a művet, és felkérte a mestert, hogy szóljon már hozzá. És mondta, hogy 80-90 centén meg kell menni a párkát, ezt az osztéglát dobjátok, nem jó, és valami legyen a tengelybe. Ennek az a szomorúság, hogy a francia követsége, és ők műanyag ablakokat tettük be. Ez pedig ugye a francia, abszolutikus Franciaország Lajosnak a palotája. Trollott azt kell tudni, hogy 72 évig uralkodott. Na most átmegyünk a klasszicizmusba, ami egy egészen furcsa dolog, mert őrzi mindazt, amit a baroktól átvett, csak le van szelidülve, mert nem az reformációnak a harsány politikáját kell kövesse. Ez egy nagyon szép kicsi ház, ez Karl Friedrich Schinkel tervezte, és a kertésznek a lakja a Charlottenburgi kastély udvarában, egy kertjében. Nem messze innen, ugye a Potsdamban, a Samsungi parkban egy gyönyörű ház, ami azért érdekes, mert minden mozdulata és a folytatása egy pergolával, egy megkerül egy medencét, és utána még vannak az elemek, tehát egy olyan U alakú kompozíciót csinál, ami inkább már egy C, aminek a középpontja, mintha a világ mindenség középpontja volna. És hallatlan szelíd eszközöket csinál. Ez pedig a Humboldt Egyetem előtti őrségi épület, neki van egy pár ilyen példa Dresdában is a Theaterplatzon. Ez pedig egy nagyszabású műve, igazán nem is jellemző rá, de mégis egy méltóságteljes és szépen szerkesztett templom. Ez pedig a Berlin legszebb tér, a Gendarmenmarkt, két dóm között, a francia és a német dóm közötti Lustspielhaus, amit most egy koncertteremként használnak. Na ez a legtöbb lyukú portikus, 19 elemes.
gyönyörű szép utána egyébként egy lapos ház, a mélységméretű kicsi, és a bejáratok indul két remekül szerkesztett lépcső egymással ellenzés irányba. Ez egy nagyon fontos és nagyon szép és hatalmas méretű pompás klasszista épület, ez ugye a Pantheon Párizsban. És a magyar vonatkozása Hild által csinált, és büszkék lehetünk rá, ez egy nagyon-nagyon szépen telepített templom, és valóban a legnagyobb méretűek egyike Európában. Ez pedig a szeretett nemzeti múzeumunk. És akkor átugrunk az ekletika korára, egy kicsit méltatlan bánva az időkkel, aminek ez a gyönyörű ház is a szülöttje, ez pedig a neoreneszánsz, méghoz a velencei neoreneszánsz, ami 1865-ben épült. Ez a fantasztikus épület, ez az operaház, ez egy csoda. Aki ismeri és bejárta, az tudja, hogy mi az értéke igazándiból, de aki például alkalmat kapott, hogy bemenjen itt a bal oldalt látható mellékbejáraton, ahol Sisi érkezett, és van egy gyönyörűen szerkesztett és nagyon szoros körülmények között futó lépcsője, ami bevezeti őt a Buduáriába, és onnan rögtön a Páholyába lép. Elképesztő. Érdemes megnézni, nagyon szépen hozták rendbe. Ez pedig hát a neogót hatalmasan nőtt, Steidl által épített. Van egy érdekes korszak, ugye ez a stílus korszakok egymás utánisága, ez befutott egy zsákutcába. Annál is inkább, mert megjelenik az első ipari forradalom, ami rendkívül sok technikai újdonsággal jelentkezik és kínálja az építészeknek, akinek hát rengeteg dolgot kell elkövessenek, hogy ennek az eddig ismert szimbolizációs beavatkozásnak ugye a domestikálják a technikát ugye az építészetbe. Közben megjelenik egy csodálatos tavasz, és ez a bécsi szecesszió, amit egyébként egy időben követ ugye az Art Nouveau Franciaországban és Belgiumban, a Jugendstil ugye München környékén Németországban, és még a skótoknál is fogunk látni. Nézzék, ez az előzmény, aki viszont beleállt ebbe, ez egy nagy iskolateremtő ember volt, Otto Wagner, és ez egy gyönyörűséges szép megállója Karlsplatzon a Stadtbahnnak. Egyébként nagyon sok állomást csinált. Ez egy komoly előzmény, ugye a postatakarék pénzáról az épület szobrászata, ennek az egésznek a szerkesztése és az elemek. Például nagyon látszik ebben a belső térben a szellőzés gyönyörű, szépen megépített és belsőépített kezelt kicsi kürtökön lehet látni. Ez ugye maga a ház, ahova kivonultak, mert a szecesszió kivonás jelent, tehát egy művészcsoport, élén Gustav Klimtel, a festő, aki az elnöke volt ennek a csapatnak, nem akarnak kiállítani abba a Künstlerhausban, ami pont a Wagner féle megálló mögött van, szembe a Kaskrisével, ők megépítik a maguk bemutató termét. Hozzájuk tartozik József Hoffmann, ez egy gyönyörű épület, egy gazdag bankárnak Brüsszelbe. Egyébként ő bármit csinált, az mint a modern felé mutató volt, gyönyörű bútorai vannak. Tehát ez egy készülődés egy új korszakra. Ez meg Hector Guimard, aki Özsen Vilelődük tanítványa, ez az ember ez azért fontos ember, mert ő fedezte föl, hogy a gótika az igazi európai stílus, amit mi találtunk ki európaiak, és az öntött vas alkalmas arra, hogy azokat az nagyon szépen is ismert formákat most ne kőfaragókkal készítessük. Ez ugye Viktor Orta, fantasztikus képességű építész. A jobboldali lépcső az a saját házában, az irodája is működött. Ez pedig egy skót, ismerjük ezt a nagyon furcsa, magas támlájú széket, valószínűleg nem kényelmes, de gyönyörű. Ő McIntosh, Charles Rennie. McIntosh, és ez az iskolata, ő maga is tanult, míg ez az épület nem volt, aztán megtervezte ez a
Glasgow-i Művészeti Iskola. Nálunk ugye Lechner Ödön és Pártos Zsula csinálja az Épületi Múzeumot. Nagyon szép szeszesszió. Ez a postatakarék pénztár. Ehhez kellett az, hogy a Zsolnai tudjon ilyenfajta elemeket készíteni. Tehát azok a, ezek a dekorok, ezek remek technikával készültek. Ma már nem ilyen homozatot kell csinálni, mert át kell szellőztetni. Ezek kontakt be voltak rakva vakolatba, és rozsdamentes kampókkal voltak rögzítve. Ez pedig ugye Komor Marcell és Jakab Dezső szerzőpáros sok műve között az egyik legszebb, egyébként maga a város is, a Magyar Szecessziónak egy gyönyörű szép gyűjtőhelye, ez a zsinagóga. Itt pedig a modern felé nagyon közelítő, de előtte is rengeteg szép szecessziós ház tervezője, Lajta Béla, ismert háza. Meg kell jegyezni, hogy Spanyolországban ebben az időben nem szecessziónak nevezhető, de a Gaudi miatt tulajdonképpen utánozhatatlan más irányt vető mozgalom, a modernizmó, ez a Casabatlo. Egy apróságot elárulnék, én képeket néztem, itt is lehet látni a baloldali alsó nyílást, amit egy csont tartanak középen, azt a furcsa organikus gerendázatot. Ott lehet látni, hogy ablak föl van tolva, és érzékelhető, hogy nincsen tok. Én elmentem oda, és megemeltem, hogy csinálta. És kiderült, hogy itt a könnyen ment, mert a magas álméleti zónába föl lehet tolni az ablakot, ahol van egy átvezető, tulajdonképpen egy lift úgy működik, egy csiga. És akkor egymást vezetik a profilok, tehát nem kell még egy fix profil. Ez a híres Pedrera, vagy kőbánya, ez egy acélszerkezetes ház, nem is gondolna az ember. Ami izgalmas, hogy a felső emeleteken most bemutatják, hogy milyen lakások voltak, ezek darabja 250 négyzetméter, és minden részete fantasztikusan kitalált, hogy kell egy nappali teret egy ebédlővel összekapcsolni és külön választani. Ami izgalmas, a tető történik. Aki látta a Foglalkozása Reporter című filmet Antonio-tól, az tudja, hogy mi minden történik ott. Ez pedig a Guay Park, két beállt épülete, páratlan. Szóval egyszerűen ilyet építész, aki tanult építész, nem tud kitalálni, mert ezek ilyen mesébe illó formációk, ahol semmi sem olyan, mint amit épületszerkezetanban tanulunk, azok a lefolyó tetőformációk, mint valami cukrászati befejezése ügynek. De ha az ember ott van, egyszerűen elcsodálkozik, mert a kézművességnek olyan magas fokán áll, egész biztos, hogy erről olyan terveket nem lehetett rajzolni, nem is rajzoltak, ahogy neki volt egy csapata, akivel. Ez pedig egy nagyon fontos ember, Luis Domenechi Montané, aki egy fantasztikus kórházat tervezett, a Sagrada Familiától az ember átlósan fölmegy, ő nyittatta a város szerkezetbe ezt az átlós utat, ami pont észak-déllejtésű, és itt egy pavilonos kórház épült, aminek minden eleme akkor a legkorszerűbb volt. Minden pavilonnak van külön kis víztornya például, és a homozatok tagolásával és több rétegűségével klímamentesen, szóval klímaberendezésmentesen csodát művelt. Ezt kell ismerni, még ez nagyon fontos. Ez a zenepalota Barcelonában, a Palau, ami azért furcsa, mert amikor ez épült, megkapta ez a kórus, ezt a telket egy templommal szorosan állva, egy sikátor volt, olyan 2,5 méteres sikátor a baloldali homozat mögött. És mégis csinált egy olyan szimmetrikus házat, ami arra gondolt, hogy napközben világosságot kell kapjak. Bracárannak az egyik oldal mindig árnyékban volt. Ameddig le nem bontották. És akkor jött az előbb említett Oscar Tusquets, azt kell mondjam, barátom, aki 26 évig simogatta ezt az épületet, klimatizálta, csinált egy teljesen új verati szituációt, ugye, mert templom helyén lehetett valamit csinálni. Csinált egy földalatti kamaratermet, gyönyörű. Ez pedig egy harmadik nagyság, Josep Puig i Cadafalch, ez egy textilgyár.
ennek még szerepe lesz, mert megvásárolta a Kasa, az a ottani OTP, és egy ingyenes műszeti bemutatót tart. Most átmegyünk abban az időszakban, amikor már a premodern mestereket tárgyaljuk. Ez egy amerikai építész neves, Frank Lloyd Wright, aki a öt tavak melletti államokban épít, tesztessék megnézni. És ez a furcsa, soha nem látott formáció, ami igazándiból a szabadság maga. Tehát az építészet az egy új útra tudott térni, mert az öngyilkosságát elkövette. Azt el kell mondani, hogy a szecesszió végén, amit ugye tulajdonképpen a háború és a háború előzményei már tönketettek, az ott szerepelt egy nagyon, nagyon intellektuálisan erős építész, aki viszont nem volt az a könnyedségéről híres, és ő azt mondta, hogy díszítés egyenlő bűnözés. Ornamentika barbár népek rossz szokása. Csak jó lenne, hogyha vége felé tudnánk akkor kanyarodni. Akkor most én azt mondom, hogy erről a szabadságról nem vednek egy szó se, lepörgetem azt a pár képet, amiben kiderül, hogy milyen esélyeit keletkeztek a modernnek. Ez nagyon fontos dolog, a Düsseldorfi mozgalom. Ugye azt is kell tudni, hogy a Bauhaus iskola az elmenekült Németországba, sokan elmentek Amerikába, és az, amit az előbbi látott képen, az a táblakép mutatott, azt megcsinálta 3D-be, ez a kiváló építés. Ez Amerika. Ezt pedig gyorsan mutatom, ez egy elképesztő, tehát egy templomról ilyen fantasztikus képet előállítani, ami abszolút szakrális, és semmi nem emlékezhet, amit régen a templomokból elképzelt. Ez is egy nagyon puritán és szép kultikus tér. A skandinávoknak van egy ilyen nagyon finom hangvétele, tessék nézni, ez egy könyvtár. Egyébként Finországban a könyvtár, az iskola és a templom az vagy egyben van, vagy egymás mellett vannak. Ez is egy fontos ember, James Stirling Angliában. Ez a stuttgarti bűzeti bemutatónak a szomszédságos bővítése. Ez Jörn Utzon, akit mi erről a művéről ismerünk. Valaki azt mondta, hogy dudakodó apácák. Ez Kenzo Tange, és ez a tokiai jogiparban levő uszodája, fantasztikus, finom, szép épület. Ez Arata Isozaki, ugyancsak Japán, ez a Barcelona olimpiának a sportcsarnoka, mellette Calatravának a telefonikat szobra, amit tulajdonképpen kivetítette a digitális anyagot, és rögtön jött is vissza, rengeteg nagy képernyőn nézték. És itt van, megint látszik az a textilgyár, ami elé egy olyan furcsa beállatot épített, ugyanaz a japán ember, amit úgy építettek, hogy közben fölemelték ezt a rettesen részletekben is téglából épült házat, és egy mozgólépcső lehet lemenni ebben a mélyedésben. Ez Herzberger, holland ember, aki mindent tud arról, hogy egy emberi térben milyen szituációba kerülhet. Tehát ő kutatta és vizsgálta és csinált is magának egy szótárhoz hasonlítató ajánlatot, hogy milyennek kell lenni egy térnek, tényleg bizonyos pontján hogy érzi magát az ember. És ő nagyon szerette azt, hogy egy előcsarnok, egy mozi és egy színház tér előtt, ahova fölvitte, átvitte, hidakon megy, lemegy, és minden pillanatban másképp más teret lát. Ez a berlini Reichstagra épített fantasztikus építmény, Sir Norman Foster, angol. Ugyanő, itt a Paragon nevű versenyautógyár, ez az a Philharmon épület Berlinben. Nem tudom, hogy tudta ez az ember, ez a zseni megtervezni számítógép nélkül, mert itt nincs. Hogy adott statikusnak, nem tudom, hogy aki itt van, építész,
érti adatot adni, ahol egyszerűen nem lehet ezt szabad kézzel csinálni, és mégis csinálta. Még egy nagyon szép a filozófia, hogy a nézőtér, a zenét élvező körbeülik a zenét, mint a tábor tud alkalmával. Ez is Berlin, Renzo Piano, ő arról híres, hogy a barátjával megnyerték a Pompidou Centernek a nemzetközi pályázatát, és ott csináltak egy házat, amit tulajdonképpen egyszer megtörtént, és utána arra az úton nem lehet még egyszer térni. Ő egy finom ember, és mindig nagyon szép házakat tud csinálni. Ez pedig Jean Nouvel, ez nagyon érdekes, mert ez ugye az arab világnak az intézete, és itt ilyen nagyon szép mandalákból építette fel a homlokzatot, ahol a világítás állítható blendékkel és polárszűrőkkel. Ugyan ő Katárban csinált egy múzeumot, Katárnak a Dohában. Ez egy utolsó képek, egy nagyon fontos irányzat, hogy okulva abból, hogy a beduinok sátra, vagy a cirkus sátor, az valami könnyű és kevés energia kell a felállításához. Ez egy működhet, egy ilyen progresszív műhelyt, egy szentét. Frey Ottónak hívják azt az építészmérnököt, aki ezt propagálta, és most modellekből meg lehet építeni olyan tetőket, amiknek egyszerűen nincsen súlya. Ez is egy nagyon fontos dolog, ez a Mannheimi Bundesgartenschau-ba épült furcsa rácsos tető. És szerintem én is bemutatnék egy művet, ez a Spartacus oda, aminek van egy olyan légköre, egyrészt ez a gesztusa a tetőnek, másrészt a bevilágítása, hogy itt nagyon szívesen éltek és felkészültek itt, és hoztak rengeteg maradó aranyérmet egérkéjék. Ez egy nagyon fontos mondat, tessék el elgondolni, hogy mi mindent fedhet. Rengeteg értelmezése létezik.